Portugália vette át az unió soros elnökségét Németországtól, bár a költségvetés ügyében Angela Merkel áttörést ért el decemberben, a lisszaboni vezetésnek is bőven lesz feladata a koordinációban. Január végén a tagállamok vezetői videokonferencián tárgyalnak a koronavírus elleni lépésekről, az elnökség pedig felgyorsítaná a költségvetési források felszabadítását. This is the very difficult task of managing the crisis. Nagyon bonyolult feladat a válságkezelés, az oltóanyagok beszerzése Európában, miközben sok tagállam döntött egyoldalúan a határok lezárásáról. Ugyanakkor fontos a gazdasági válság kezelése is az újjáépítési alappal. Nagyon fontos, hogy az összes tagállam időben benyújtsa a terveit, és rendben meginduljanak a kifizetések a bizottságnál és az Európai Tanácsnál. A német uniós elnökség konzervatív volt, a portugál kormány bal közép és szeretne nyomot hagyni a szociális és a munkajogok területén. Mit várhatunk a májusi szociális csúcstól? Szerintem itt főleg az uniós újjáépítési alap felhasználásáról lesz szó, különösen a digitalizáció igazságossága és a klíma átmenet lesz előtérben. Szerintem a májusi csúcs találkozón megpróbálnak majd visszatérni az európai szociális jogok alapjának 2017-es célkitűzéseihez, és megpróbálják majd megvalósítani az Európai Bizottság Szociális Európáról szóló javaslatát, különös tekintettel a munkanélküliségre, a szociális jogokra és az egészséghez való tisztességes hozzáférésre. Sok csúcs találkozó lesz az Egyesült Államokkal, Afrikával, Indiával. Mi lehet a jelentősége ezeknek, és mi lehet az eredményük? Az elnökség megpróbálja majd újjáéleszteni a multilateralizmust a mostani nehéz időszakban, és megpróbálják majd kihasználni az új amerikai kormányzat adta lehetőségeket is, ugyanakkor a lehető legtöbb stratégiai partnerséget próbálják majd kialakítani az unió számára a világban. Nicoletta, thank you very much for your availability. Bye. Bye-bye.